Gángó András ferüeri magyar focikapus és Christian Jakobsen korábbi ferüeri gólkirály EB-s selejtező előtt latolgatott itt nálunk a stúdióban, most pedig egy másik ferüeri magyarral, a Vikingurgot a kapusával értékeljük északi szemmel is kicsit a mérkőzést, amely a magyar EB kijutást hozta látótávolságba. Hát akár még a második helyen is pót selejtező nélkül ezt majd meglátjuk. Mindenesetre Túri Géza itt van már is velünk Ferüerről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Géza, ugye Gángó Andris nálunk bemondott tipje a 2-1, az bejött a magyaroknak. Te mire számítottál? Neked milyen érzéseid voltak, milyen tipped volt a meccs előtt? Nekem is pont ugyanilyen 2-1-es magyar győzelemre adtam az otthot. Voltak-e, és milyen fordulatokat láttál a mérkőzésen? Kik kaptak volna a ferüeriek, ha megítélik nekik azt a 11-est 1-1-nél? Hát nem tudom. Talán azért ott megváltozott volna a játék képe, hogyha azt a 11-est megadják, bár elképzelhető, hogy azért abban a periódusban a magyar válogatott eléggé nagy nyomást helyezett a ferüeri kapura, és talán még ha megadják a 11-est, akkor is egy döntetlent elért volna a válogatott. Azt is akartam kérdezni, hogy tetszett a magyar válogatott, de talán jobb úgy kérdeznem, hogy tetszett az első félidős, illetve a második félidős, tehát a két magyar válogatott. Hát igen, a két félidő között nagyon nagy különbség volt. Az első félidőben nagyon nem tetszett, amit láttam. Nem egy összeszedett társaságot láttam, illetve egy talán a korai gól megzavarta őket. Viszont a második félidőben már kimondottan egy határozott, egy támadó szellemű válogatottat láthattam a tévében. Na most a játékosként EB győztes Dan Olsen kapitány, a ferüeriek szövetségi kapitány az első meccs után azt mondta, hogy a Jobbik kapott ki, a visszavágó előtt meg azt, hogy ők győzni jönnek Budapestre. Miből táplálkozik ez az önbizalom? Hát szerintem minden mérkőzésre úgy készülnek, hogy próbálnak győzni, aztán majd meglátják, hogy mi történik. Milyen volt egyébként a mérkőzés fogadtatása, az első benyomások, vízhangok nálatok Ferüeren? Közvetlenül a mérkőzés utáni beszélgetésbe hallgattam bele, ott úgy gondolták, hogy amiről beszéltünk, hogy az első félidőben talán jobban játszott a ferüeri válogatott, illetve hát a magyar válogatott volt egy kicsit visszavonott. A második félidőben viszont nagyon nagy nyomást alá került a ferüeri kapu, és talán az X-et megérdemelték volna, hogyha, amit beszéltük arról a 11-esről, megadják. Na most Géza, ugye ez a ferüeri válogatott, lényegében mondhatjuk azt, hogy tét nélkül, ha papíron nézzük, tét nélkül, de mégiscsak hosszú ideig bizonytalanná tette a magyar csapat további esélyeit. Ebben a helyzetben egy ilyen csapatot mi motivál? Mi jellemzi őket leginkább? Hát a játék szeretete. Uh-huh. Szeretnek focizni, szeretnek nyerni, illetve valamit letenni az asztalra. És az utóbbi években úgy gondolom, hogy a ferüeri foci egyre jobb, és tényleg mutatja, hogy a válogatott mutatja, hogy erősödik a ferüeri futball is. Nem egy kifutott eredményről van szó valószínűleg tehát, hanem ha a következő EB meg VB selejtezőkön erre a válogatottra gondolunk, akkor további fejlődésre számíthatunk, igaz? Valószínű, hiszen egy pár fiatalabb, a fiatal generáció még ugye most kezd el játszani, és többen közülük Dániában első másodosztályba fotballoznak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ott sokkal jobb, illetve magasabb színvonalon tudnak fotballozni, mint ugye Ferüeren, és ebből a válogatott is fog valamit érezni. Na most Csank János korábbi szövetségkapitánnyal beszélgettünk itt az előbb, és ő azt mondta, hogy ő sokkal szívesebben szokta tanulmányozni kis nemzetek futballmodelljeit, mint nagy 60 milliósokét, hogy ők vajon hogyan csinálják, hiszen a kiválasztás az ilyen módon közelebb esik a mi problémánkhoz, hogyha a kicsiket nézzük. Ilyen szempontból egy pillanatra, vessünk már egy pillantást arra, hogy Ferüeren mondjuk az állam, meg egyáltalán a közvélemény hozzáállása ahhoz, hogy futball, hogy futballozzunk, hogy futballt kell csinálni, és hogy eredményeket érjünk el futballba. Ezt mi jellemzi leginkább? Hát ugye mindenki, legalábbis itt, ahol mi élünk, szinte mindenki futballozik,
mindenki imádja a futballt. Az önkormányzat támogatja a futballcsapatot, illetve hát ugye különböző szponzorok még. Ennyi. Tehát igazából egy nagyon erős futballbarátság van, és ez megjelenik az állam, az önkormányzat részéről is, tehát támogatják a futballt. Így igaz. Mindenféle szinten támogatják. Na most, egy kicsit ugye nincs olyan, hogy mi lett volna, ha de mégis, hiszen Csankmester arra is utalt, hogy itt a feröeri középpályáról nagyon fontos három ember hiányzott. Velük más lett volna ez a mérkőzés? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen ketten is a dán első osztályba fotballoznak, és nekik most már második éve játszanak Dániába. Az ő rutinjuk, illetve az ő mentalitásuk, biztos vagyok benne, hogy azokban a nehezebb periódusokban segített volna a válogatottam. Egyébként ilyen formán a feröeriek játéka neked hogyan tetszett, amit tudtak, illetve amit nem tudtak, annak mi volt az oka? Például ezeknek a játékosoknak a hiánya, de emellett. Úgy gondolom, ameddig bírták a tempót, én úgy láttam, hogy ugye a 70. perc környékéig kimondottan egységes csapatot láttam, és akkor utána egy kicsit a fáradtságtól egy picit ott már jöttek a hibák, illetve a Böde beállásával egy kicsit ő megnehezítette a védelembe a védelem helyzetét megnehezítette Böde Dani, igen, az ugye biztos. a két góllal, a beadásokkal, illetve az ő magas termetével ugye elég nehéz őt tartani, úgyhogy ennyit láttam a tegnapi mérkőzésről. Nálatok a futballász folytatódik, gondolom. Mire lesz képes ez a válogatott szerinted vasárnap? Legyőzhetik-e akár a románokat? Szóval akár kikaparhatják-e nekünk a gesztenyét a második helyhez? Hát, hogyha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt a magyar válogatott játszott ugyanilyen időpontban. Pontosan. Ugye a válogatott tagjai tudják, hogy milyen nehéz itt játszani ilyenkor. Bármi előfordulhat, ugye már hűvösebb az idő, esett az eső, műfüves pálya. Úgyhogy nem merem azt tippelni, hogy biztos megverik a románokat, de hogy megnehezítik mindenféleképpen a győzelmüket, abban biztos vagyok. Furán alakult ez a csoport, mert könnyen lehet, hogy a románoknak egyáltalán nem lesz könnyebb dolga Feröerre, mint mondjuk nekünk Görögországban. Azért ezt nem gondoltuk volna egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Hát igen, ez is mutatja, hogy a feröeri futball azért fejlődik. Géza, a magyar válogatottról, táborról figyeled, szimpatizálsz, szorítasz a honfitársaknak. Ha kikerülünk az Európa-bajnokságra, ez a válogatott szerinted mire lehet képes? Lehet-e több puszta statisztánál? Hát ez egy nehéz kérdés. Hát azért úgy gondolom, hogy a válogatott, hogyha kijut, nem hiszem, hogy a csoportkörnél tovább tud menni. Tehát ez a maximum, amit látsz a társaságban egyelőre, hogy kikerül erre az Európa-bajnokságra. Igen, pontosan. Ha 3 év múlva beszélgetünk, akkor milyen irányba fog változni szerinted ennek a két válogatottnak az erőviszonya egymáshoz képest? Még hát, közelebb jönnek hozzánk? Hogyha azt nézzük, hogy Izland mennyire fejlődik futballba, és ugye azt a őket próbálják másolni, illetve a dán futballszövetséget, hogyha ezen a helyes úton halad a feröeri futball, akkor még fog fejlődni. Az, hogy közelebb fog-e jutni a magyar focihoz, vagy nem, azt nem tudom, mert ugye remélhetőleg a magyar futball is addigra fejlődik, úgyhogy, de úgy gondolom, hogy most már számolni kell a feröeri futballal is. És végül hadd kérdezzem meg, hogy meddig kell számolni veled, ugye a bajnokság véget ért, de te továbbra is kitartóan ott fogsz állni a kapuban a következő szezonban is, igaz? Még egy évet vállaltam 41 éves koromra, úgyhogy még a jövő évben még biztosan a kapuba fogok állni. Hát akkor mi pedig fogunk a jövőben is érdeklődni irántad. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Géza. Én köszönöm szépen. Szia. Hello.